Nos, hát szép jó napot kívánok, a nevem Lítő Attila. Ugye, és úgy gondoltam, hogy azok számára, akik ugye követnek bennünket, azok számára ezt az információt meg szeretném osztani. Na most a helyzet a következő, ugye mivel mink iRacing futamokat mutatunk, sokan azt mondják, hogy nehogy megengedhetik maguknak, meg hát bagatelpénz, meg stb. Na hát, így fejbe csináltam egy kisebb számolást, hogy maga az NXTV-nek mennyibe kerül egy egyhavi iRacing futam bemutatása. Konkrétan nekem is Pistinek összesen mennyibe kerül. Akkor, ha ugye meg kell vásárolni az autót, illetve az adott pályát. Ja, és azon kívül meg még plusz meg kell, ugye be kell fizessük a havi díjat. Megpróbálok itten. Jelenet, így van, már látható is. Hát akkor szedjük elő a kis számológépünket. Ugye, meg is jelent. Na hát körülbelül számolunk ki a dolgokat, hogy ne az legyen, hogy azt kell tudni, hogy áfát már kell fizetni, ugye, független attól, hogy Romániában vásárolod meg a dolgokat, ugye, ahol élnélek, vagy Magyarországon, ahova ugye Róbi és Pisti való. De már most USAC per kb. Dollárba számoljunk. USAC per kb. Ugye azt számoljuk, hogy a havi bérlet az 15 dollárba kerül. Körülbelül adóval együtt, plusz-minusz. Ez attól függ, ez a dollártól függ. Ehhez ugye hozzájön még, ugye ha havi két futamot mutatunk, tehát minden második héten, ugyanis nincs meg a pálya, mert van olyan hónap, hogy pont két olyan pálya jön, vagy két olyan verseny jön, ahol ugye nekünk nincs meg a pályánk, mert az is megeshet, akkor nekünk az plusz fejenként még 15, hoppá, itt egy kicsit sok lesz, tehát plusz 15 dollár, plusz még egy 15-ös, nem. Tehát akkor még egyszer, 15, ugye egy emberre számolva, 15 dollár a havidíj, plusz még 15 dollár a pálya. És ha nincs meg az autód, ugye, akkor azt is meg kell vásárolni. Plusz 15, ugye, akkor mink itt tartunk 45 dollárnál. Ez a 45 dollár, ugye, ez azt jelenti, hogy fizeted a havi bérletet, megveszed a pályát, de azért számoljuk még egyszer, tehát 15 dollár ugye a havi bérlet, plusz ehhez hozzájön, bocsánat, 30 dollár, ugye a havi két pálya, igen, és ehhez még 15 dollár az autó. Az hoppá, az 60 dollár. Jó, első hónapban, amikor az autót is meg kell vegyed. Na már most ez azt jelenti, hogy első hónapban kettőnknek, nekem is Pistinek, ez belekerül, ugye szorozva a kettő, mert ketten vagyunk, ez belekerül 120 dollárba. Hoppá. Tehát ahhoz, hogy mink le tudjuk adni az iRacers.hu versenyeit, első hónapban ez nekünk 120 dollárba fáj. Most ezt mindenki számolját lejre vagy forintra. Ugye ebből második hónapban, ha nincsen meg a két pálya, második hónapban ebből le tudjuk vonni azt a 30 dollár, plusz-minusz 30 dollárt, ugye a két, mert az autókat, ugye mert azt már megvettük, és akkor is maradunk, ha nincsenek meg a pályák, hangsúlyozom, akkor is maradunk havi 90 dolláros költséggel kettőnknek. Tehát nekem is Pistinek. Robit nem számoltam bele, mert
konkrétan neki megvannak többnyire ezek a pályák, illetve az autók is. Úgyhogy kérem szépen, ez a mi költségünk, úgyhogy üzenem azoknak, akik irigyek, akik úgy érzik, hogy konkurensek lehetnek velünk szembe, tessék, itt a költség. Tehát, hogyha ők ezt ki tudják úgy húzni, hogy a zsebükből kifizetik ezek a dolgokat, akkor oké. Jó, természetesen jó pár pályát köszönhetünk a pörkölde.hu támogatás miatt, ugye a tavalyi versenyeket támogatta, illetve az idei versenyeket is támogatja. És konkrétan egy pár pályát nekem is és Pistinek is megvett, de viszont amikor mi elkezdtük az iRacing-et ugye mutatni, akkor önköltségen ennyi volt a mi kiakadásunk. Na már most vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy ezt mi megengedhetjük magunknak, majd nem tudom, hogy mi lesz, tehát csinálunk majd egy gyűlés majd a srácokkal, és akkor megvitatjuk, hogy a TV továbbra is megengedheti-e magának ezeket a költségeket, vagy sem. Hangsúlyozom, mindegyikünk saját zsebből teszi hozzá ezeket a dolgokat. Nem beszélve arról, hogy amióta iRacing-et mutatunk, azóta hardware-ileg is kellett fejleszteni. Hála Istennek voltak emberkék, akik ezzel besegítettek, ugye a támogatóink között, ugye a weboldalon ott vannak a támogatóink, akik ugye besegítettek például a legelső 750 Ti-s videókártyával, majd aztán egy következő támogatónk, amikor tönkrement az a videókártya, következő támogatónk besegített ugye 16 giga RAM-mal, illetve az újabb videókártyával a 960 GTX-el. Viszont ugye hardware az többnyire mindig akkor romlik kell, amikor nem kéne. Ugye tönkrement az alaplap. Azt is újat kellett venni. Ugye tehát konkrétan amióta ezt az iRacing dolgot csináljuk, azóta két alaplapunk és egy videókártyánk ment tönkre. Meg egy monitor, de az megint más tészta. De ott is, hála Istennek, volt támogató, aki támogató. Tehát hardware-ileg mondjuk úgy, hogy sikerült támogatót tartani, illetve kapni. Viszont ez a havi 90 dollár fejenként, ez azért elárulja azt, hogy nem teljesen úgy vannak a dolgok, ahogy vannak, mert ugye ennyi költségünk van. Tehát ha nincs meg a pálya, ugye az autót ne is számoljuk, mert tegyük föl, meg tudunk egyezni, úgyhogy az adott versenyen, ha nincs meg az autó, akkor legalább annyi költség, önköltség maradjon, hogy a szerverre beteszik a bármik ingyenes autót. Viszont ha nincs meg az autód, akkor egyszer meg kell vegyed. És láttátok, 120 dollár. Tehát hangsúlyozott dollár. És a dollár szinte majdnem ugyanott van, ahol az euró. Tehát ennyi. Kicsit drága, kicsit szép. Úgyhogy itt kopintok azoknak az órára rá, akik hát sokat kritizáltak, de semmit nem tettek a tévéért. Ez a mi költségünk. Ha ők állják ezeket a költségeket, vagy a költségek egy részét, akkor lehet kritizálni. Na hát kb. Ennyi volt ez a kis szösszenet, amit úgy gondoltam, hogy ildomos bárkinek megtudnia, ugye, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, hogy ugye ezért mi nem kapunk semmit, hogy az iRacers-t mutatjuk. Sajnálatos módon a YouTube se igazán fizet, nem hogy nem igazán, hanem egyáltalán. Most, amikor tudtunk volna valami pénzt keresni vele, ilyen
pár száz forintokat, akkor ugye a YouTube is úgy gondolta, hogy nem vagytok jogosultak rá, mert hogy megnéztétek a saját reklámjaitokat, vagy valami, amit hülyeségnek tartok, de hát ez többnyire mindig így van, amikor kéne fizetni, akkor valami kifogást kell találni, de mindegy. Tehát ez itt, ez a kettő darab szám, ami a mi kettőnk költsége Istvánnal, tehát ez, ami problémát jelent számunkra még egyenlőre. Ugye erre kell majd valami megoldást keresünk, úgyhogy ha esetleg valaki úgy gondolja, hogy támogatna bennünket bármilyen dologgal, ugye a videó leírásában ott lesz ugye az elérhetőségünk, úgy az enyém, mint az Istváné, bármivel tudtok segíteni, szívesen fogadjuk, de ez nem egy kunyera videó. Na jó, hát akkor körülbelül ennyi, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!